Teremtés örömei, Svierkiewicz Róbert emlékkiállítása a Missionárd galériában. Szabad gondolkodó volt, és ez a szabadság emelte őt a mindig is divatos, manapság már gyakran doktrinárségbe hajló, elkötelezett vagy politikailag motivált művészeti megnyilvánulások fölé. A benne szunnyadó és nem is mindig békés, elementáris teremtőerő a világ más módon való megmutatására sarkalta. Robi állandóan a tervezés állapotában élt. Lételeme volt a törekvés, világunkról szakadatlanul, saját nyelvén, képekben beszélni. 1980-ban kerültem a Miskolci Hermodotto Múzeumban, és akkor Robi az előtte levő évben, talán pont 79-ben volt, nagydíjas a Miskolci Grafikai Biennálén, és az volt a szokás, talán akkor jött be kb. Ez a szokás, hogy a következő biennálé ideje alatt egy kis kamara kiállítást kapott az előző nagydíjas, és akkor pont Robi jött. Én meg ugye már ott voltam friss erőként a múzeumban, úgyhogy együtt csináltuk ezt a bizonyos kamara kiállítást neki a Kossuth-Lajos utcai akkori Miskolci képtárnak a földszinti kis termében, és akkor nagyon összebarátkoztunk. Jó fotók és emlékek vannak arról az időszakról. A lényeg, hogy ide nyúlik vissza, ugye ez akkor 30x év, és hát Robi másfél éve ment el, váratlanul Csobánszon kapott egy agyvérzést, és aztán kórházba került, szóval, hogy ugye soha nem számítunk erre, hogy valaki elmegy. Robinál meg különösen, ugye ő egy nagyon mozgékony ember volt, és agilis, és elég sokat mászkált mindenfelé. És az ő útjai, utazásai, amik meglehetősen kiterjedtek voltak, Párizs, Olaszország, India, sokfelé járt, és ez mind valahogy átszűrődik nyilván az ő művészetén. De mégis a legfontosabb útjai talán Indiába tette, többször volt kint, többször több hónapot, volt, amikor fél évet is eltöltött kint, ez nagyon fontos volt, hogy nem néhány hétre vagy kis időre ment ki. Akkor volt ideje neki a India déli csücskétől egészen a Himalájáig felkalandozni, különböző helyeken, és valahogy nagyon megérintette őt az indiai kultúra, ott a hétköznapi lét, az emberek, az ünnepek, a halál, az élet. Nem is annyira művészetek, hanem inkább tényleg ez a hétköznapi lét, mi volt a Indiának. Madras volt az egyik kedvenc helye, nagyon sokat megfordult, rengeteg szuper videói vannak, hát ezeket egyszer jól elővenni valakinek, és vágni belőle valami használható rövid részeket, mert órákat vett ott föl, ahogy zajlik a éppen nem tudom milyen ünnep, amikor rengeteg ember fürdik a Gangesbe, és égnek a tüzek, és a halottakat a kis tutajokon útjukra bocsátják a Gangesbe. Ő is megfürdötte, hogy Áron fia éppen nem régen mesélte. No szóval, hogy olyan evidens volt, hogy mikor Áronék most jelentkeztek össze, hogy csináljunk akkor egy provizorikus, tehát nem tervezett, de mégis egy olyan emlékkiáltást, ami legalább most másfél évvel halál után utal rá, hogy hát itt volt Robi, és hogy jó lenne, hogyha valami nagyobb intézmény majd egyszer nem túl messze az időben rászánna magát egy életmű kiáltásra. Ugye voltak nagyon szép nagy kiáltásai a régi Ludwig Múzeumban, a Várban, az Ernst Múzeumban, sokfelé, és de olyan, ami ugye az egész életművét megpróbálna átölelni, bemutatni, olyan még egy sem volt. Mint ahogy olyan katalógus vagy könyv sem készült, ami egy életmű, nem is egy övr jegyzéket, mert az valószínűleg mindig is képtelenség lesz éppen a anyag gazdagsága miatt Robi műveiről elkészíteni, de ami úgy áttekintést adna az ő szinte határtalan művészetőről. Ugye írtam egy jó éve egy írást, egy ilyen búcsúzó írást a műértőbe, és ott említem azt, hogy Robi művészetének egyik jellemzője ez a fajta határ nélküliség, ami sok minden értelemben igaz, részint a műfajokra, a műnemekre, a technikákra, a
méretekre. Szóval, hogy semmi nem, a stílusokra, a korszakaira, tehát semminek nem volt határa valóban nála. Egy ilyen fantasztikus, gáttalan hömpögés volt a műtárgyaknak az áradása, ahogy keletkeztek a tárgyak, és jöttek újra-újra elő az ő műhelyéből, akár a Fejérvári útról, akár a Csobánci műhelyéből. És olyan értelemben is igaz ez a gáttalanság, hogy ugye Robit nem mehetett besorolni sehova se. Ezt tudtuk mondani, de jóra aztán tényleg igaz, hogy semmilyen stílushoz vagy irányzathoz nem köthető, de ez tényleg szó szerint így van. Ahogy említem, utána a Fluxus volt az, ami az a legközelebb érezte ő is magát, volt is ilyen című műve, hiszen ott van a legkevésbé egyfajta formai vagy bármilyenféle megkötöttség. Szóval, hogy az a fajta szabad átjárás a műfajok, a technikák, méretek között, amit ő művelt, az nagyon ritka, nem csak a magyar, hanem általában a művészetek között. Ugye, hogyha csak a méreteket veszük itt a kiáltáson, látunk ilyen néhány centis kis pici műveket, és ismerjük az ő hatalmas hőlékballonját, ami az, hogy főműve lehetne nevezni, mert nem is tudom, most hány száz négyzetméter a felülete, biztos, hogy az egyik, vagy biztos, hogy a legnagyobb magyar műtárgy, amit vele létrehoztak, és amit ugye sokszor használt ő, és külföldre is többször elvitte, és ez valódi műtárgyként és művészeti akció résztvevőjeként is szerepelt. Ahogy egy lapon megírta nekem, olyan nevet adott neki, hogy hitvalló ballon. Ez a hitvallás, ez részben a művészet részint az élet irányába vonatkozott, az ő elkötelezettségét próbálta jelenteni, vagy jelentette. Egy róla szóló újságcikk címében szerepel egy idézet Robitól, amelyben azt mondja, hogy a folyókkal és a növényekkel különösen jó kapcsolatot ápolok. Szó szerint lehet, hogy nem pont így van, de ezt mondja, és ez is arra rávilágít, hogy az ő művészetének egy másik fontos összetevője, az a fajta átkarolása, egybeterelése mindennek, a világ dolgainak, a vallásnak, a életnek, a halálnak, a különböző kultúráknak az egybemosása, vagy feldolgozása, az átszűrése, magán és megjelenítés a művészetében. Tehát egyfajta egységesítés, maga a ballon is, a hőlékballon, ahol az anyagoknak, tehát a levegőnek, a víznek, a tűznek a felhasználása, tehát ezeknek az alapvető elemeknek az együttese jelenik meg, és ez a hitvalló ballon ezt a célt is szolgálta. Hogy ugye fura, hogy semmiféle olyan formai jegyek nincsenek, amik úgy konkrétan el lehetne mesélni, hogy mi az, amit ő felismerhető egy Svierkiewicz munka, és mégis aki ismeri az ő művészetét, az életét, saját magát, az meglát egy Svierkiewicz képet, és sokan tudja, hogy ezt csak ő tehette. És ez a kis emlékkiáltás, ez reméljük, hogy csak egy epizód az életműnek a feldolgozásában. Amúgy zajlik agyatéknak a feldolgozása, fotózunk, leltározunk, a misszionárt ebben tevékenyen részt vesz, és hát mondom, ez reméljük, hogy egy előkészítő, egy később néhány év múlva megrendezendő nagy, jelentős, retrospektív életmű kiáltáshoz. Válogatás a 70-es és 80-as években készült művekből. Bak Imre, Baranyai András, Max Bill, Bukta Imre, Csiki Tibor, Deim Pál, Erdély Miklós, Fajó János, Fehér Ernő, Felugosi László, Gémes Péter, Hajas Tibor, Hence Tamás, Horváth Márton, Jolati Attila, Károlyi Zsigmond, Keserű Ilona, Kocsis Imre, Mauer Dóra, Molnár Sándor, Nádler István, Pincehelyi Sándor, Sarkadi Péter, Seres László, Új Zsuzsi, Vahorn András festményeiből, grafikáiból és egyedi fotóműveiből összeállított látványos kollekciót mutattunk be. Célunk, hogy a műgyűjtők körében egyre népszerűbb időszak, a 70-es évek neoavangárd művészete, és az ezzel részben rokon törekvéseket folytató 80-as évek művészete,
a maga sokszínűségében legyen látható a Mission Artban. Ugye a Mission Art idén, nem is idén, mert most már 2021 van, tavaly 2020-ban volt 30 éves, 1990-ben alakult meg a galéria, és így a 30 évhez közeledve rendeztünk egy pár olyan kiállítást, ami valamiféleképpen összegzi a tevékenységünket, vagy legalábbis egy-egy szeletét. Az egyik ilyen volt ez a 70-es, 80-as évek grafikáit bemutató kiállítás, ami azért jellemző, mert a Mission Art az kezdettől fogva, tehát 90-es évek elejétől, sőt megalakulása pillanatától fogva nagy szeretettel fordul a magyar grafika felé. És hát ne felejtsük el, hogy rendeztünk ugye, hogyha itt a korszakra akarok utalni, 2011-ben, tehát 9 éve, illetve 10 éve egy Bizakodás kora című kiáltást, amit itt szemben egy ragyogó teret tudtunk akkor bérelni, és egy nagyobb lélegzetű kiáltást tudtunk megrendezni, amely főleg a 60-as évek vége és a 70-es évekbeli új tendenciákat mutatta be, kezdve az iparterv fellépésétől az azt követő évtizednek a jelentős alkotóit. Most nem akarom a neveket sorolni, mert valakit kihagynék, de gyakorlatilag ez a fajta időszak, ami 9-10 évvel ezelőtt még nem volt annyira nagyon kedvelt a műkereskedelemben, és főleg nem irányult ekkora figyelem rá, az most már fantasztikus reflektorfényben fűrdik az alkotók és a művek értéke, illetve az alkotók művei az egekbe szöktek, hála Istennek, tehát ami megtörtént a 60-as évekbeli dolgokkal, az most már a 70-es, 80-as évekre is vonatkozik. A grafikák bemutatásához még annyit, hogy néhány éve rendeztünk egy hármas kiáltás sorozatot, amely a nemrégen elhunyt Fajó János gyűjteményéből származott mind a három kiáltási anyag. Az egyik kifejezetten az ő műveiből volt. A második kiáltás az a budapesti műhely, ami egy nagyon jelentős, főleg szitanyagmatokat előállító grafikai műhely volt, Nádler, Hence, Bakimre, Fajó, Keserű, Ilona és másoknak a műveit készítették, és remek grafikai sorozatok jöttek akkor létre. És a harmadik kiáltás pedig a Fajó Jánosnak a nemzetközi grafikai gyűjteményét mutatta be. Szóval, hogy ez a grafikához való viszonyunkat, ezt jó illusztrált ez a bizonyos kiáltás, amelyre visszatekintettünk a 70-es, 80-as évekre, de hát folyamatosan mi vásárolunk is ilyen műveket, és hát igyekszünk jó kiáltásokon bemutatni őket. Azt hiszem, hogy a grafikának még mindig nem jött el az a ideje, ami mondjuk volt mondjuk a 60-as, 70-es években, és még egy kicsit a 80-as évek elején, amikor nagyobb volt a respektje a grafikának, bár nagyon sokat változott maga a grafika is, hiszen egészen új technikák jelentek meg, és más dimenzióba került a kortárs művészeten belül, de valahogy még mindig nagyon háttérbe szorul a grafika a gyűjtők szempontjából, tehát ugye a festmény, szoborral nagyobb lélegzetű munkák azok előtérbe kerülnek, és hát mi bízunk abban, hogy most már úgy van nyoma, hogy legalábbis az iparterves nemzedéknek a szitanyomatai azok igen jelentős figyelmet kapnak az egyes aukciókon vagy kiáltásokon, hogy ez szélesebb körben terjed. És hát ami egy nagy előnye lenne ennek, hogy a kisebb anyagi lehetőséggel, vásárlási lehetőséggel bíró gyűjtők is szerepet kapnak a képek gyűjtésére.